Politika Történet Intézet mai rendezvényén, aminek azt a címet adtuk, reformálható volt a szocializmus. Joggal kérdezhetjük először is azt, hogy miért pont most itt lesz ez meg. Miért 2011-ben itt leszünk már ez a kérdés, ezt a kérdések által feltenni. Na ezt szeretném indokolni, hogy miért is leszünk. Először is azért, mert 50 évvel ezelőtt, 1965. májusában fogadták el Magyarországon az 1968. január 1-jét bevezetett reformnak az alapkoncepcióját, aztán egy év múlva már a részletesen. Tehát 1965-ben voltak a pozitív reformok, sorolhatnánk, de ezek nem olyan nagyon-nagyon jelentő dátumok, de pont elegendőek ahhoz, hogy megidézzük a történetet. Először is azért, mert ez a téma segít abban, hogy elhelyezzük a szocializmus történetét a nemzet történetében. Nem pedig azon kívül. Másodszor segít minket abban egy ilyen konferencia, hogy a szocializmust az egyetemes történelem folyamataiban értelmezzük. Nem mint egy statikus lezárás egészet, nem csak egy paradigmán keresztül jelesült, mondjuk, diktatúra volt az államszocializmus sem, mert ez nem talán izgalmas kérdés. Azonban az, hogy az államszocializmus változott-e, képes volt-e önreflexióra, képes volt-e önkorrekcióra, képes volt-e a kihívásokra, új válaszokra találni, az nagyon-nagyon kérdés. Harmadszor tehetünk ezt a kérdést, ahogy hol helyezkedik el az államszocialista reformok sora a baloldali hagyományban. Azon kívül, ahogy ezt az államszocializmus utáni korszakban a demokratikus szocialista vagy szociáldemokrata irányzatok interpretálják a történelmet, vagy pedig van valami fajta jelentősége annak is, hogy a baloldali tradíciót nem ezen a függvényen, nem a rendszerváltás szemüvegén keresztül nézzük, hanem megpróbáljuk a szélesebb perspektívában, és már nem az adott politikai, ideológiai és legitimációs kényszerekre tekintettel, hanem tényleg a fő folyamatokra tekintettel definiálni ezt a helyzetet. És végül, hogy a legkényesebb lehetőséget mondjam ennek a konferenciának a lehetőségeként, hogy hát nyújt-e valami fajta támpontot a szocialista reformrendszerek logikák, próbálkozások, kitörési kísérletek gondolata az alternatíva kereséshez a mai világban. Nem szeretném ezt a mai magyar szituációra egyszerűsíteni, egyáltalán az államszocializmusnak és különösen nyilvánvalóan annak a reformnak változatának és egyáltalán kísérleteinek, az alternatív állítási kísérletnek, hanem bármifajta jelentősége a globalizációs trendben a világ mai folyamatai között, vagy pedig rendesen el kell mondani, és van a megkészen új alapokon kell keresni. Nyilvánvaló, hogy ezeket a kérdéseket a konferencia nem hivatott itt egy nap alatt megoldani, de mindenképpen egy lehetőség arra, hogy reflektáljunk erre. De azt is mondhatnánk, hogy a kérdés egy A-kérdés, hiszen a reformálható volt, de a szocializmus elintézhető azzal, hogy utána államszocialista gyakorlat megbukott. Ebből ez a bizonyítéka, tehát hogy nem volt reformálható. Nyilvánvaló, hogy a konferencia a szervezői ezt nem így látják. Nem így látják ennek az előző korszaknak a történetét, 1917-1989-ig sokkal összetettebbnek, változékonyabbnak ítéljük ezt meg, mondhatom talán ezt mindenki nevében, akik itt most elő fognak adni, tehát túl leegyszerűsítő az a magyarázat, ami a rendszerváltás környékén született meg, hogy egy zsákutcából, tehát minden reform az csak a zsákutcának a megrosszabbítását jelentette, vagy ha jelentette, vagy egy más interpretáció szerint pedig itt a megrövidítését jelentette. A minden reform a szociológusok úgymond a saját sírját ásta végül is. Én szerintem el kell különíteni egymástól a működőképes és a versenyképes fogalmat.
mikor volt a rendszer működőképes, és mikor volt versenyképes, és mikor nem volt az. Ezeknek a kérdéseknek a tisztázása érdekében, vagy legalábbis a hozzájárulás a tisztázáshoz érdekében szerveztük meg és állítottuk a politikáját ennek a konferenciának, ami azt jelenti, hogy az első szakaszban alapvetően történészek helyezik el a reformprogramatikát a szocializmus történetében, ennek a politika történetére a mentalitás szónak egy emeltebb értelme, a mentalitás történetére, elmélet történetére reflektálunk az első szekcióban, a második szekcióban megpróbáljuk konkrét reformokat értelmezni a 70-es, 80-as években, és a végül pedig csinálunk egy vitát, ahol az itt a vezetőben felültetett kérdésekre módja lesz a résztvevőknek reagálni. A szándékaink azok, hogy nagyon fegyelmezettek leszünk, hiszen nyár eleje van és egyetemi korszak vége, úgyhogy elvágunk, és megkérem az előadókat, hogy menjenek vissza a helyzettel, és igenis 20 percben próbáljuk összefoglalni a véleményünket. Első előadónk, Krausz Tamás, Alternatívák a szovjet államszocializmus történetében című. Tisztelt hallgatóság, kedves barátaim, engedélyt kaptam arra, hogy ülve referáljak, és hogy az nevelésében is megfelelődik kényelmesebb ülve, amit egy csomó vázlaton van, amit a belekkel kunkartja. Akármilyen rövid a 20 perc, mégiscsak kell néhány előzetes megjegyzést tenni a címhez, meg ahhoz a kifejezéshez, hogy alternatívák. Az alternatívák puszta feltárása szükségessé teszi legalább három síkon megközelíteni a problémát. Az egyik síkja, hogy léteztek-e elméletileg felvetett alternatívák a konkrét történelmi fordulópontokon. Ez egy összefüggése ugyanannak a témának. A másik, hogy milyen konkrét politikai megfontolásokban nőtte testet ez a reform, és mi köze van ennek az elméleti oldalhoz. És van egy harmadik síkja, hogy objektíven milyen alternatívák álltak rendelkezésre. Nyilván 20 percben ezt én nem fogok tudni ilyen szépen korrektek kifejteni, de úgy igyekszem arra koncentrálni, hogy végig a szemem előtt legyenek ezek a síkok, és úgy foglalkozás, hogy ezeknek a síkoknak az elkülönültségével hát tisztában legyek. Az ember az, a másik nagyon fontos előzetes megjegyzés, hogy semmi olyan nagy fordulat a Szovjetunió történetében nem játszódott le, amely nem valamilyen külső egyetemes kihívásra adott választ lett volna. Tehát mindig egy ilyen külső feltétel avatkozott be az alternatíva képzésbe, objektíve is és szubjektíve is. A harmadik momentum, hogy soha nem szabad úgy elképzelni, tudom, hogy ez történészek körében nagyon evidens, de mégis hangsúlyozni kell, soha nem szabad a bolsevik vezetőket úgy elképzelni, mint akik tudták, hogy mi fog történni másnak. Sőt, jelezni kell, vagy harmadnak, vagy egyáltalán, hogy tisztában lettek volna azzal, hogy milyen valóságos perspektíváik vannak, és ez mindjárt a legelső periódusban demonstrálható és világosan kiderül, hogy amikor győzött az orosz forradalom 1917. októberében, minden előzetes szocialista elméleti perspektívát nem felejtettek el a bolsevikok, de semmi olyan nem történt, amit ők szerettek volna, hogy történjen. Tehát mindig minden máshogy történt, mint ahogy ők elképzelték. Már az októberi fejlemények után. Tehát ha valaki azt az elméleti problémát veti föl, hogy az Állam és Forradalom című műben milyen szocializmus elképzelés van, és hogy azt miért nem valósították meg, akkor hát vagy valaki nagyon erősen politikailag elfogult, vagy dilettáns. Tehát az az elméleti koncepció, ami Leninnél megfogalmazódik, annak
gyakorlati relevanciája a hatalom megragadását követően másnap, és nem is kerül bele a fejlődés abba a logikába, amely az állami forradalomban van. Az állami forradalom gyakorlatilag, mint elméleti koncepció a perspektívákról, és ami a párt hivatalos dokumentumaiban is benne van, az 1918-as pártprogramra utalok mindenek előtt, abban az szerepel, nagyon leegyszerűsítve persze, mert nagyon megy az idő, hogy szovjet hatalom plusz közösségi tulajdon. Ez a kiinduló pont. Na most a szovjet hatalom eredeti elképzelése már 1918-ban nem érvényesül. Ezt Lenin mindig úgy fogalmazta meg, hogy hát pár diktatúrát kell csinálni az eredeti szovjet demokrácia helyett, mert hogy minthogy analfabéták vagyunk. Tehát eleve a demokrácia probléma eredeti megfogalmazásának a történelmi feltételei, és ezzel tisztában voltak már, hogy egyedül Oroszországban biztosan nem realizálható. Az anarchistákkal, eszerekkel az egész konfliktus tulajdonképpen erre megy ki. Ebben most már ebben nem tudok behatolni. Csak a problémát tudom jelezni. A második nagy fordulat, és hát ebben jelezni kell magának a konferenciának a címe is, hát teljesen helytelen. A Szovjetunió egész története úgy is felfogható, mint reformok és reformkísérletek története. Tehát egy állandó mozgás, és ez csak a nagyon egyszerű szemléletben van, úgyhogy a Szovjetunió éppen éve, és akkor mondjuk mindenféle ilyen hamis általánosságot az egészre vonatkozzon, és sokszor kollégák is, de hát ez egy politikai elvárás is, úgyhogy már nagyon toleráns vagyunk mindenhez szemben. Tehát október után két momentum teljesen világos, és ez egy új alternatíva, még egyszer mondom, a forradalom előtti perspektívához képest, hogy ezt majd a Laci részletesen elmondja, nyilván Samueli Lászlóra gondolok, én csak jelzem, hogy a piaci viszonyok fenntartása és a szovjet hatalommal való valamiféle összepárosítása hónapokon keresztül benne van a dokumentumunkban, tehát igaz, hogy a bankokat és a nagy üzemeket részben államosították, de csak részben, amennyire a hatalom védelmének, és ez mindig egy középpontú kérdés, amennyire a hatalom védelmére ekkor szükség volt, de ezt, hogy úgy mondjam, 1918 tavaszáig, nyaráig nem érintették. Tehát ha megnézzük, hogy mikor kezdődnek a valódi, olyan értelemben vett reformok, vagy forradalmi intézkedések, amelyek megszüntetik a piacgazdaságot, az 1918 késő tavaszához és nyarához köthető, amit ugye úgy szoktak mondani, hogy fokozatosan bevezetik, és nem valamiféle előre legyártott koncepció alapján, soha nincsenek előre legyártott teóriák, ami szerint lenne a fejlődés, itt rengeteg a spontán elem. Minden esetre 18 nyarától világosan látszik, hogy elkezdik az államhatalomnak egy katonai szükség szerinti átformálását. Ennek kulcsa a gabonakészletbe szolgáltatásának dolga, és majd a munka militarizálása. Valamikor 19 végén, 1920 elején, amikor már nyilvánvaló válságban van ez az egész dolog, akkor lesz ennek elméleti összefoglalása, tehát utólag keletkezik a Buharin Preobrazhenszki könyv, amiben ezek világosan elméletileg általánosítva vannak, és bármennyire is bírálja Lenin ugye a saját kézírásával láthatók a bírálatok, amelyeket megfogalmazott, alapjában elfogadta azt a dolgot, 1919-ben vagyunk, alapjában elfogadta azt a dolgot, hogy a szocializmus irányába, a kommunizmus megvalósítása irányába tettek egy lépést ezekkel az államosító és államhatalmi koncentrációval. És a pénz elértéktelenedéséből is úgy vélték, hogy előtt lehet kovácsolni.
Egyedül Trocki állt ellen a legfelső vezetésben ennek az elképzelésnek 1920. februárjában, hogy át kell térni a gabonakényszerben szolgáltatásáról gyakorlatilag a terményadóra, nem ilyen tisztában megfogalmazva. A menseviknél inkább megvolt ez az elképzelés, de 1920. februárjában ezt elvetették, mondván, hogy a katonai irányítás számára ez egy lehetetlenség, és Trockit nagyon leszinták, és amikor bekövetkezik a nagy forduló 1919. márciusa, akkor a hadügyi népbiztos Trocki lesz az, aki szemben áll a NEP gyors bevezetésével, és ő ezt ellenzi. 21. márciusában. Ja, nem 21. hanem 21. márciusában. Ekkor bekövetkezik egy fordulat, és ezt Lenin világosan tudatosítja a fordulatot, és azt mondja, hogy a kapitalizmus részlegesen vissza kell állítani. Ezt úgy is fel lehet fogni bizonyos értelemben, hogy 18 tavaszi állapotokhoz akar visszatérni. És egy hosszabb periódusra ez az állapot marad fent, tehát piacgazdaság visszaadás egy nagyon erős hatalom. Na most, ha strukturálisan képzeljük el a 20-as években Lenin haláláig, hogy milyen alternatíva merül föl a hadi kommunizmussal szemben, akkor három alternatívát, vagy három lehetőséget lehet feltérképezni. Az első, hogy a hadi kommunizmus fenn kell tartani. Hónapokig kell hadakozni a pártvezetésben Leninnek azokkal, akik a hadi kommunizmus nem akarják feladni. Ez dokumentálható, világosan körvonalazható. A másik csoportosulás az mondjuk így Lenin, aki azt mondja, hogy a NEP és egy hosszú átmeneti korszakban, mint hogy a szocializmus nem lehet bevezetni, ez egy egész történelmi korszak, nincsenek meg a civilizációs feltételei ennek, tehát egy ilyen korszakra kell fölkészülni. Egy rendkívül erős államhatalomra van azonban szükség, le kell törni mindenféle hatalommal szemben, polgárháború tapasztalata is megmutatják, hogy csak akkor lehet a kapitalizmussal kísérletezni, hogy a hatalmat meg tudják őrizni, különben mi a fenének volt az egész 17-es fordulat. Tehát innen van ez, hogy nem a szovjethatalom fele visz a piacgazdaság, nem a szovjethatalom demokratizálása irányába vezet a szovjetgazdaság, hanem bizonyos értelemben a pártpolitikai diktatúrájának fenntartása irányába visz. De ugyanakkor, hát ahogy mutatják a 20-as évek, a piacgazdaság visszahozatala, a magánkereskedelem visszahozatala, a munkamilitarizációnak visszavétele, mintha egy új modell, de hát erről a modellről Laci beszél, nem beszél el a kenyerét, de minden esetre ez egy alternatíva, egy modellszerűen leírható alternatíva, amit Samueli László már 1971-ben leírt. Lehet, hogy nem tévedek sokat. A harmadik, azt úgy lehet mondani, hogy az Usztrálovsinán, Usztrálov ugye a Kolcsaknak volt egy politikai propagandista főnöke, nála alakul ki a nemzeti kapitalizmusnak az a formája, ami majdnem azt mondtam, ami napjainkra érdekes lehet, többen is gondolják egyébként, hogy érdekes, ő azt mondta, hogy fenn kell tartani természetesen formálisan a szovjet hatalmat, mert erős hadsereget hoztak létre a bolsevikok, elképesztő mély társadalmi gyökerei vannak a bolsevikoknak, ők nem is számoltak vele, hát Kolcsak vereségét is ezzel hozza összefüggésbe. Fenn kell tartani, és végül majd, mivel földobás volt, tehát a gazdagok, parasztok és az államaparátus és a pártaparátus valahogy majd össze fog fonulni, és szépen lassan kialakul egy új olyan kapitalista társadalom, amit a lehet nemzeti kapitalizmusnak nevezni, mert Usztrálov látja, hogy a kialakuló orosz burzsáziának, majd a nemzetközi burzsáziával meg kell ütköznie, itt éles konfliktusokra kell számítani, és hát ezért is szükség van az erős hatalomra, hogy az orosz nemzeti kapitalizmust, jó kifejezési hiány használom ezt, megvalósítsák. És Lenin figyelmeztet rá, hogy ez a fő ellenfele a szovjet hatalomnak. Na most idáig ez így nagyjából rendben van, sokkal több értelmezési
perspektíva nyílik, amikor a sztálini fordulathoz kerülünk közel, ez 1929-33. Én rendesen átnéztem a dokumentumokat, azóta is állandóan bújom őket. Azt kell mondani, hogy a sztálini átalakulásnak sincs semmilyen előzetes elméleti koncepciója. 26-27-ben persze lehet látni figyelmeztetéseket, hogy ma jön egy diktátor, meg mit tudom én, de mint alternatíva kidolgozott, az államszocializmus kidolgozott elmélete, ilyen nem létezett. Tehát itt megint a spontán konkrét tölteti okok hatására cselekszik Sztálin, hiszen Sztálin valamikor a sztálini fordulatnak igen erős ellenzője volt, mert hiszen egy ilyen a neppel szemben egy ilyen államhatalmi koncentrációnak is fölmerül, hogy mennyire nem volt a dolog világos. A Trocki mindig azt szerette volna Sztálinra szemben, mint ellenzék, hogy egyes valahogyan ő a munkásdemokráciát Sztálinra szemben használta, de a munkásdemokráciát az előtetett iparosítással kapcsolta össze, ami mai fejjel nézve és a korszakba visszahelyezkedve is egy utopisztikus megfontolásnak tűnik, hiszen ott, ahol az erőszakos vagy erőtetett iparosítást, mint koncepciót megfogalmaznak, ami Sztálin részben persze át kell, hogy vegyen 1928 után, és azt akarja, hogy ezt egy a munkásdemokrácia eszközrendszerében valósítsák meg, ez nem lehetséges. Na most a sztálini fordulatot bárhogyan értelmezzük, ezerféleképpen lehet meghatározni. A nagy áttörés után azt kell mondani, hogy a sztálini fordulat lezárta a forradalmak korát. Ezzel ér véget tulajdonképpen az orosz forradalom, amikor visszavehetetlenné válik, megszűnik a szovjet hatalom minden ellenfele, ezért is lehet látni, hogy a nagy terror idején, hogy ott az mennyire egy önmagában álló hatalmi terrorról van szó, az apparátusok közötti harcból fakadó jelenségről, mert nincs rendes társadalmi ellenállás már, ami koncepciós módon a szovjet hatalom ellen jön. 1933 után, ez teljesen nyilvánvaló. Na most, ami létrejön, ugye az állami tervgazdaság, azt kell mondani, hogy nem csak a magántulajdonos rendszert verte szét, hanem éretlennek találta az egész, a sztálini vezetés az egész szövetkezeti szocializmus koncepcióját, amely az állami forradalomban még benne van. Most nem beszélek a megelőző időkről. Ezt olyan módon zúzzák széllyel, hogy az állam hatalom kerül be mindennek a helyére. Ez a dolognak a veleje és a lényege. Elméletileg nem vonják vissza, hanem csak annyi történik, hogy az államosítást akár csak ugye a későbbi magyar, európai és nemzetközi reformirodalom mondja, elkezdik közösségi tulajdonként apostrofálni, és nemrég elláttam egy cikket, akik még mindig közösségi tulajdonnak nevezik az államszocializmus állami tulajdonát. Ez egy nyilvánvaló hamis dolog, azt sem mondom, hogy tudatosan manipulálnak, csak egész egyszerre hamis. Tehát itt az államszocializmus, a magántulajdonos, és na most egy nagyot kell ugrani. Sztálin meghal, és akkor a 20. kongresszus után kezdődik el egy új keresés, amely szintén egy új alternatívát vet föl. Ez egy valódi alternatív helyzet, akár az elméletet nézem, akár a politikát, akár objektíve, valami más jön létre, és nagyon sokféle dolog. Először is ugye van a Kruscsov korszakban, nyilván van emberünk rá, elmondja, hogy mennyiféle egymás kioltó reform indul el. Van olyan kutató, aki 12 különféle reformot tud elkülöníteni egymástól, ami elindul. Ezek egyáltalán ez is mutatja, hogy mennyire nem egy elméleti koncepció alapján ment, hogy ezek egymás kizáró reformok. Egymás kioltó reformok. Kruscsov bukását én ebbe a dologba teszem be, és nem csak ilyen személyes politikai harcokat, hanem ennek ez az objektív háttere. Ezt legjobban bizonyítani 1921-es 22. kongresszussal lehet, ezt mindig el szoktam mondani, hogy ott az önigazgatói szocializmusnak egy olyan elméleti koncepciát fogalmazzák meg,
amit Olányi Károly személyesen üdvözlött levélben a 22. kongresszushoz, és amely legalább valahol valamelyik tanulmányok tudom, hogy idézem is, tehát ez mint elméleti teljesítmény komolyan tette. De ez az elméleti koncepció, és a valósággal nagyon-nagyon lazán kapcsolódik, voltak viták természetesen, hogy milyen irányba lehet a közösségi tulajdon behozni a szovjet államszocializmusban, emlékeznek ez az autózás és a tömegközlekedés körüli polémia, hogy mit kell fejleszteni, hogy kell fejleszteni, de valójában a tulajdon kérdéséhez nem nagyon nyúlnak hozzá, mindig lehet mondani a Szovjetunióban, Kelet-Európában, bárhol, hogy a tulajdonhoz annyiba hozzányúlnak, hogy mikor, mekkora szerepe van a háztáin. Tulajdonnak. De az állami tulajdon totális uralmát, még önként percége láttuk, az állami tulajdon totális uralmát nem kérdőjelezik meg, se Kosygin alatt, se az egész végig 1968-ban. Sőt, 1968-ban egy visszafordulás következik. A Szovjetunióban onnantól kezdve már az államszocializmusnak csak egy ilyen, nem tudom, hogy fogalmazott, mert az a legjobb, hogyha ilyen tudományos, technikai, bürokratikus reformjába gondolkodnak, és ezeket a reformokat azonban egy rendes kutató meg tudná mondani, aki ezzel a korszakkal foglalkozik, hogy milyen részletei vannak, és hogy ez mennyire terjed ki, de a dolog a piaci reformoktól való félelemen alapul, mert úgy gondolják a csehszlovák tapasztalatok alapján is, hogy a piaci reformok szétzúzzák a szovjet hatalmat, erre dokumentumok vannak, amelyek gyakorlatilag nem ilyen brutálisan, ahogy én, de ezt megfogalmazzák. A lengyel események, vagy amiki elmondja, a szovjeteket tulajdonképpen elborzasztják legalább annyira, mint a csehszlovák események, ott is előjönnek ezek a reform elképzelések, de a szovjet hatalom a 60-as évek után kitart egészen Gorbacsovi. Na most két mondat mielőtt a Gyuri hagyonít engem, mindenképpen két mondat a perestroikáról. Nem volt a perestroikának semmilyen igazi teóriája, ami alapján van valami, ugye ott a Andropovnál, meg a kommunizmusról, amit ír, visszatér a Leninhez, és azt mondja, hogy a közösségi tulajdon tényleg mondja, a magyar munkástanácsok is megihlethették, nem tudom. Lehetséges, a dolog vége az, hogy spontánul mennek erről a piát úthoz, mert ami nyugaton sikeres, az nálunk is sikeres lett, hiszen a Szovjetunió akkor már világos elveszítette a katonai és gazdasági vetélkedést a nyugattal, és tulajdonképp nem kapitalizmusnak kezdik nevezni, hanem piacszocializmusnak, a nevnél találják meg a gyökereket, nem veszik észre, hogy nem csak az államszocializmus, piacszocializmus is vereséget szemben, az egész hagyományos kommunista mozgalmat kisöpli Gorbacsovék a keresztfolykának a végével, a kapitalizmus visszaállításával, elsöplik az eurókommunizmus, mindent elsöpölnek, tehát a piacszocializmus is ilyen értelemben bukásra lett ítélve, egyetlen olyan piacszocialista kísérlet sem él túl a Szovjetunió népű természetesen, amire korábban a reformkommunisták fölkészültek. Tehát most így néz ki ez a dolog, a szocialista vegyes gazdaság, vagy a több szektorú vegyes gazdaság, ami mindig is megoldásként valahol ott lebegett, amit Lenin talált ki valamikor még a 20-as évek legelején, ez a szocialista vegyes gazdaság koncepcióként mindenütt felmerült a rendszerváltás folyamatában, de mint tudjuk, ezt a szocialista vegyes gazdaságot először az államszocialista történetben a tulajdon kérdésére koncentrálják, korábban soha nem vetik fölbecsületesen a tulajdon kérdését, a 68-as magyar gazdasági reform idején sem. Veresi, ahogy egyszer fölvetik, közösségi tulajdon és az állami tulajdon vereségével végződik,